Első pillantásra is látszik, hogy ez a park más, mint a többi. Különleges játszóeszközök, növényzet és millió várja ezentúl a látogatókat a Hunyadi úton. A Százhold Park egy 21. századi ökotudatos és előrelátó tervezés eredménye, mondta el a pénteki avatóünnepségen László Győző. Megvalósítja mindazt a célkitűzést, amit még 2019-ben ez a városvezetés a zászlójára tűzött, hogy egy olyan irányba vigyük el Szombathelynek a zöld területeit, ami alkalmazkodik azokhoz a megváltozott kihívásokhoz, amelyeket a klímaváltozás jelent. Az önkormányzat 156 millió forint közvetlen Európai Uniós forrást nyert a Just Nature programban, melynek célja természetalapú megoldásokkal javítani a levegő minőségét. A park számtalan innovációt felvonultat, például csapadékvizet szikkasztó esőkert és Miyawaki mini erdő is létesült. Ennek az elsődleges szerepe, túl azon, hogy megköti a széndioxidot, hogy tisztítsa a levegőt. A parkok a városoknak a tüdejei. Ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha minél több olyan felület van, amin át tudjuk szűrni a levegőt, ennek a nagy utcának a forgalmát, a kipufogó gázától gyakorlatilag meg fogja óvni a mögötte lévő területet. A tervezési folyamatba a környéken élőket is bevonták. Az eredmény mindenkinek tetszik. Amikor történt az építkezés, akkor is sokszor jártam erre. Itt lakok a környéken, sőt, gyerekkoromban is itt voltam. Sőt, én voltam az óvónéni, aki itt ebbe a emögött lévő óvodában az egyik óvónéni voltam. Ide jártunk a gyerekekkel, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a terület ilyen jó kihasználódott, hogy ilyen, és ide hozhatjuk az unokáinkat is. Kik itt összejönnek, gazdagodjanak a testvéri kapcsolatok ápolásában. A Százhold Parkot Ipacs Bence kerületi esperes áldotta meg, majd az átadó ünnepség résztvevői bejárhatták a területet. Igazán majd tavasszal mutatja meg magát a park, amikor kinő a fű, de a gyerekek már most birtokba vették például a patakpartot. Próbáltunk figyelni arra, hogy minden korosztálynak legyen megfelelő kis területe, tehát a kicsiknek ott van egy ilyen nagyon természetközeli kis játszótér, aztán sétaút van az iskolásoknak, illetve meg lehet közelíteni a patakpartokat. Az aktívabb korosztály az a fitness eszközökön vezetheti le az energiáit, illetve az idősebbeknek padokat raktunk ki, ahol esetleg egy sakkpartit tudnak játszani, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el és nézze meg ezt a parkot, és használja. A pályázatban érintett európai városokban átfogó kutatómunka folyik arról, hogy az újonnan kialakított zöld területek hogyan járulnak hozzá az egészségesebb környezethez. A program keretében a Dési Huber István általános iskolában többek között Kneipp Park és zöld fal is létesült.